A Matolcsy Miklós Kulturális Egyesület ebben az esztendőben is megrendezte az immáron 12. Pál István Fesztivált, amelynek idén is az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont. Az országos amatőr színjátszó találkozó célja, hogy bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosítson a nem hivatásos színjátszó csoportoknak, együtteseknek. Pál István amatőr színház csinálóként indult pályáján, a 70-es, 80-as évek egyik meghatározó avantgárd színházi rendezője lett. 1980-ban Jászai Mari díjjal tüntették ki. Az idei évben érkezett talán a legtöbb jelentkezés a fesztiválba, úgyhogy azt gondolom, hogy most már országos szinten is ismert és talán elismert fesztiválnál nőtte ki magát. Úgyhogy gyakorlatilag idén 23 darab nevezett összesen a fesztiválban, amiből 13-at tudtunk beválogatni, remélhetőleg megfelelő minőségben ahhoz, hogy ezt a nevet büszkén viselhessük, amit viselünk. Az idei találkozó első előadásán a Péntek Három Teátrum Székely Csaba Semmit se bánok című drámáját mutatta be, amely súlyos erkölcsi kérdéseket boncolgat. Le lehet-e zárni a múltat, vagy örökké kísérteni fog? Valóban egy magasztosabb ügy szellemében cselekszünk, vagy csak élvezzük a kegyetlenkedést? Miként hatnak a múltban elkövetett gonoszságaink a jelenre? Nagyon sokat dolgoztunk ezzel a darabbal, dráma. Viszonylagosan kis színpadon játszódik egy szobában, és nagyon mély mondani valója lesz ennek a dolognak, mind történelmi szempontból, mind pedig gyakorlatilag az ember személyiségi szempontjából is, hogyha annó ő egész életében egy dolgot csinált, egy szakmája volt, ahol sajnos most nem beszélhetünk egy jó szakmáról, hogy mennyire nyomot hagy még nyugdíjazás után is az emberben egy ilyen, és hogy mennyire ott van a személyiségi pont nála, ami gyakorlatilag el is hangzik benne, hogy az idők változnak, de az emberek nem. A találkozó vendége volt a székelyföldi Csíkcsomortánból érkezett Lármafa Egyesület színjátszó csoportja, akik nagy sikert arattak Görög László, A Mesztelen Férfia vagy a Tehén című előadásukkal, amellyel elnyerték a legjobb népi bohózatért járó elismerést. 2011-ben alakult meg a Lármafa, azelőtt mi nem volt nekünk így, hogy Lármafa, hanem csak mint hogy falusi színjátszók voltunk, de mikor Varga Sándor, a verstábor megalkotója, megismertük, akkor ő nagyon-nagyon-nagyon segített minket. Csanádpalotára kijönni, mert ott is minden évben volt ilyen amatőr színjátszó csoport találkozó, és akkor így felvettük a kapcsolatot, azutántól is nagyon jó barátságban vagyunk, sajnos már Sándor nincsen, de reméljük, hogy fentről minket figyel és biztat. A Szabad Színház Nagy Judit rendezésében Svajda György a Szent Család című korszakos tragédiáját vitte színre. A darab főhős egy szeretetre érhes, esendő öregasszony, aki nem csak kiszolgáltatott és szerencsétlen teremtés, de mint egy segélykiáltásként pokollá teszi a környezete életét. Svajda György ezt jó pár évvel ezelőtt írta, ezt a művet, és méghozzá Gobbi Hildának írta eredendően. Aztán nagy sikerre vitte Vári Éva is, de a Szent Családnak a titka, hogy legyen egy olyan színésznő a társulatban, aki alkalmas erre a szerepre. És azt gondolom, hogy Törsök Márta abszolút alkalmas erre a szerepre, és olyan mély és aktuális mondani valója van a darabnak, hogy én arra gondoltam, hogy érdemes színre vinni 2024-ben. A fesztiválon idén is előkerült Pál István és kortársai szójátéka, hogy az amatőrök amatőrök, akik megvillantják pengéiket a társadalom előtt, a színház művészet előtt. Megerősítetett, hogy a mozgalomnak az a legnagyobb értéke, hogy stílust vált, hogy reformokat hoz a színház világába, és korlátok nélkül gondolkodik.